látni. Az eddig jelöletlen tömegsírban 43 helyi polgár holtestén nyugszik. Valamint itt hantolták el a város védelmére kirendelt és a szerb csapatokkal vívott harcokban elesett magyar honvédeket is. És most már azoknak, akiknek eddig neve nem volt, mert a halottaknak is van neve, most már nekük is van nevük. 1848-49 fordulóján a magyar honvédség visszavonult a Tisza és a Maros mögé. Bácskát és Bánátot átengedték a szerb csapatoknak. A szerb felkelők, kiegészülve a Szerbiából érkezett szerviánsokkal, fosztogatásba kezdtek a délvidéken. Ennek az áldozata lett Topolya 1849. februárjában. A mai napi pontosan nem tudjuk hány áldozat van, 71, 73, 79 az a szám, amiről tudunk, és ebben a tömegsírban itt mögöttünk, ha minden igaz, 43-an nyugszanak végül, és most nekik állítottunk emléket, illetve azoknak a honvédeknek és honvédtiszteknek, itt van az ő sírjuk mellettem, akik Topolyán a szabadságharc idején haltak meg, sebesültként kerültek ide, elvéreztek, és tényleg kórházon meghaltak, és itt temették el őket. Hát az ő sírjukat kellene még helyrehozni, akkor volna igazán komplett az, hogy Topolya adózott a 48-as, 49-esek emlékeinek. Topolyán minden évben megemlékeznek a holokauszt áldozatairól. Keresztet állítottak az 1944-es történések emlékére. Tervben van az első világháborús emlékmű elkészítése is. És én azt hiszem, hogy akkor valószínűleg le is tudjuk zárni azt az állandóan felemlegetett, és különösen a konfliktusos időkben emlegetett, hogy ki kit, mikor, miért, hogyan, és hányan voltak, kik voltak többen, kik voltak kevesebben. Ezek az emléktábrák arra szolgálnak, hogy méltóképpen megemlékezzünk az áldozatokról.